We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of before? We don't talk anymore like we used to do. A nagyobb felsőfokú oktatási intézményekkel rendelkező városokban évek óta közösen bulizással várják a leendő főiskolások és egyetemisták a felvételi ponthatárok kihirdetését, amely után együtt örülnek vagy bánkódnak a diákok. A számokat a felső oktatási intézmények és az oktatási hivatal közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóváhagyásával határozzák meg. Az esemény 2019-ben, július 24-én este 8 órakor történt. Ez volt az apropója a pont ünneplő rendezvénynek Pakson is, amit a Csengei parkolóban tartottak. Mi gondoltunk arra, hogy nem lovagoljuk meg aznapot, tehát ez a tegnapi nap volt ez a pontot parti. Arra gondoltunk, hogy aki akar, menjen nyugodtan el Pécsre, a nagyvárosokba, ott meg tudja nézni élőbe, átélni a katarzist. Mi csinálunk egy after partyt erre, és akkor itt lehet sírni, lehet örömködni, hogyha megvan a pontszám, akkor is, hogyha nincs, lehet jönni. Megtisztelő felkérés volt, hogy én speakeljem itt, gyakorlatilag konferáljam fel a zenekarokat, és ez nagyon jó dolog számomra, mert nagyon szívesen, mindig, hogy a Csengeiről van szó egyébként, akkor nagyon szívesen mozdulok Editéknek és így a szervező gárdának. Zseniális. Hát látjátok itt a háttérben azért nagyon szépen összepakolták itt a színpadot, rettentően jól szól a hangosítás, és a Paksnak azért kellnek az ilyen bulik. Mind a ketten maradunk most 5. éven a sulingban, a mostani sulingban, középiskolát végeztünk, most érettségiztünk, és hát várjuk igazából a fősulis éveket, és ez a kezdeményezés meg kimondottan tetszik nekünk, mert hát nagyon olyan lelkek vagyunk mindannyian, hogy jó ez a, főleg nyáron ez a hangulat, ez a fesztiválos, koncertes. Meg én is sajnos bizonytalan vagyok, de én Pestre szeretnék tovább tanulni valamilyen egyetemet, egyelőre most még nem tudom, hogy hova, de majd kiderül. Egy éve most még van gondolkozni. Szeretnék Magyarországon maradni, úgyhogy vissza szeretnék jönni majd Paksra a későbbiekben, aztán majd még meglátjuk, hogy mi lesz. Az éjszaki szél fűti, egyszerű kicsit a lopkint, ha ezt a szüdegből menjesz vissza, egy visszajelzés, yeah! Azok a helyekben. A The Subrun együttes után az este sztár fellépője következett, a Supernem zenekar adott fergetekes koncertet. A Pap Szabolcs vezette társaság, a Tudományos Fantasztikus Pop, a Hangosabban, a Nemde, a Tejfog, a Túl a Frekvencián és a Weekend című albumokról játszotta a legkedveltebb számokat, illetve egy-egy újdonságot is hallhattak az érdeklődők. A rendezvényt hagyományteremtő szándékkal szervezte a Csengei Dénes Kulturális Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatásával.